Ma folytatom a Mount & Blade Warband Prophecy of Pandor végigjátszásomat, és hát itt maradt abba, hogy ugyebár hadat üzentem a kergiteknek, és hát le akarom győzni őket, és el akarom foglalni Ibdes várát, szóval újra ostromlunk, és kell egy teljes nap, még megépül az ostromtorony, de annyi baj legyen. Azok csak elintézte a karavánomat. Oh, kaptam 2262 dénárt! Wow, hello! Ugyebár a jelkala miatt van és a faluk miatt, ami nagyon király. Oké... ja, harcra. Jött még egy nemes amúgy. Oké, íjászok... ide. Annyi az egész, hogy egy csomó... nemes van a városban, vagy a várban, de szándékosan hagyom, hogy itt legyenek és támadom, hogy legyőzzem az összeset, szóval... Talán még így még talán könnyebb, mint hogyha nyílt terepen küzdenék ellenük, ugyebár, mert dásárok, és a dásárok lovasok, szóval sokkal veszélyesebbek vagy nyílt terepen, mint várban. Ezért is csinálom azt, hogy inkább lehet látni, hogy lemészárolom őket így bent a várban, mint nyílt terepen. Az a köcsögényt engem vett volna célba. Szóval lehet látni, hogy egyszerűen mészárolják őket az íjászaink, le a falakról leszedik az összes gecét a falról, és várban sokkal könnyebben el lehet verni a kergitet, mint vagy városban, mint nyílt terepen. Ezt az egyet jó megjegyezni, hogy sokkal, de sokkal könnyebb elverni őket. Mikor védekeznek, városban vagy várban. Mert ugyebár ilyenkor nincs lovuk, és ló nélkül a dásárok, a kergitek, ugyanaz, gyengék. Szóval ők lovas harcosok inkább. Ők nyílt terepen szeretnek küzdeni, síkságokon, lóháton. Mikor közelharcra kerül a sor és gyalogosan vannak, nem olyan jók. Sőt, gyengék. Tudtam. Úgy tudtam, hogy el fog találni. Úgy tudtam, baszki. Hülye köcsög, már megint, de miattam van amúgy, szóval én vagyok a hibás, mert mindig állok ki, és nyilazok. Én vagyok az oka annak, hogy mindig lelőnek. Tudom amúgy, csak... na mindegy. Mennyit öltünk már meg? Hó, már 50 embert elvesztettek, és én még csak 3-at. Az durva. Ó, a noldoriak ki is fogytak. Az szép. Bár a noldoriak jó íjászok, ezért egy-kettőre ellövik a nyilvesszőiket. És nagyon jól céloznak. A kergitek pedig ide lőttek egy csomó nyilvesszőt. Én szépen felszedem, és visszalövöm. Oda nyomtátok már azt a szart, ha mindjárt megvan. Ja, mehet mindenki amúgy közelharcra, mivel már nincs mit lelőni a falakról. Kaptak erősítést? Azt hiszem igen. Ja, durva. Már kaptak erősítést, basszus. Leszedem, most le fogom szedni az íjászokat a falakról, ha csak sikerül. És nem lőnek ki. Hát már fél a hülye emblémát, na nézd már. Ó, ne! Ne! Ó, bazd meg. Ó, öcsém, ezt a szívást? Mász már ki innen, te! De utálom, mikor ez történik. Nem tudom elkapni se az ellenséges katonákat. Mozgok össze-vissza. Azt nem hiszem el! Nem hiszem el! Bebagolok ide! Aaaaaaj, basszus! Nem hiszem el!
A rohadt életbe. Mász már ki innen, te szerencsétlen, te. Jó, ezt nem akartam. Akkor lőjön már le egy hülye íjász, vagy valamit csináljatok. Én elvesztettem eddig összesen 60-70 embert, ők már 100-at. Nem rossz. Elég jó arány. De be vagyok szorulva. Nem már. Aj. De ilyen, a sima Mountain Blade-ben már kidőltem volna. A Warbandban nem lehet. Szóval a sima Mountain Blade-ben, ha beszorulsz így, akkor egy idő után megsebez. Vagy, vagy leesel innen, vagy megsebez. De most semmi. Fene vinné el. Na igen. Lőj ki! Lőj ki, te mocsok! Azt tudom, hova lövök. Na végre! Hála a jó Atya Istennek! Öcsém! Ezt a szívást, srácok! Na már megint tele van íjászokkal az a hely. És már megint ugyanúgy lenyilaznak minket. Nem érdekel, folytatjuk a támadást. Egyik vágja le a másikat. Az egyik levág egyet, puf, jön a másik, levágja őtet. Egy csúnya hátba lőtték. Nem kegyelmeznek a katonáknak, basszus, ezek nem kegyelmeznek senkinek. Nincs kegyelem a háborúban, az egyszer tuti. Vagy ölsz, vagy meghalsz. Egyszerű. De. Mi is kaptunk erősítést, és ők is. Azt a pár íjász lőném már le valaki onnan. Lőjetek már rájuk pár nyilvesszőt, basszus. Hogy elnézem, betörtünk. Elég szépen. Az egy Heroin Adventurer, nem? Vagy egy Adventurer? Maiden Adventurer? Menjen már fel valaki. Azt hiszem felment a Vekaviai Royal íjász, feljött ide. Ja. Kardos, ilyes lándzsások. Az a baj, van egy kardos köztük. Pedig szép volt, szépen. Ó, betörtek az embereink! Ú, srácok, most lehet meg lesz. Most betörtünk. Annyi az egész, kaptak erősítést, jaja. Nem lesz meg elsőre megint. De megint jó nagy veszteséget okozunk. Ők is nekünk mondjuk, de annyi baj legyen. A végén akkor is győzünk. Ó, fekete íjász, hogy fejbe lőtte a csávót. Gyerünk, haver, menni fog! Ne így! Gyerünk! Azokat onnan kinyírták? Nagyon helyes. Most annyi az egész, hogy abban a bástyában vannak páran. Ja, ezeket itt kivégezték. Na, végre. Gyerünk! Mindig van Lethaldirának pár Noldori harcosa. Kaptak erősítést. Ez szép. Jó, gyorsan. Ja, abban a bástyában ott rengeteg íjász van, és nem szedik le őket az íjászaink. Pedig jó lenne, ha leszednék. Ezek csak mondjuk akkor veszélyesek, ha a katonáink beérkeztek. Ja, jó sok íjász van itt, basszus. Nem, nem is tudják lelőni az íjászaink őket, mert nem is látják. Miért van az, hogy mindig bebagol pár ember? Mennyi idióta ott kint. Nem azért, de csúnyán mészároljuk őket. Megjött az utánpótlás. Kaptak erősítést. Az szép. Én elvesztettem 100... 600, 170, 100, majdnem 180 embert eddig.
250-et nagyjából. Minusz, még két embert, ha megölnek, akkor 250 lesz. Szóval sokkal több embert veszítettek, mint én. És mi. Gyerünk, lovag! Még egyet, puf, szép! Megölt azt, aki megölt kettőt. Há, kiütötték. De, meghalt. Gyerünk, Kralgard! Ez csúnya volt. Szép, visszaszúrt. Gyerünk, haver! Ó, jött még egy Noldori csávó. Még egy Noldori, ott van még egy, az szép. Pár Noldori harcos az mindig jól jön. Gyerünk, Manatar! Vagy mi vagy? Blatesman, vagy mi vagy? Bendori Manatar volt. Mountain Manatar. Nyergelt Manatar. Rájöttem, mit jelent az MTD. Mounted Manatarmok. Nyergelt Manatarmok. Azt hiszem ennyi. Még kapnak még erősítést? Sokkal több embert veszítettek. Nagyon-nagyon-nagyon a különbség. Valami 50 emberrel többet, mint én eddig. Nagyon nagy különbség. Elsőre nem biztos meg lehetett volna elsőre is, csak... Na, megint kilőttek. Az előző csatában, az első csatában, vagy az első rohamban nagyon gyorsan kilőttek. Plusz most meg beszorultam. Na. Szóval valahogy ez a vár... Valahogy ez a vár ostrom nem az én... És nem akar segíteni nekem, úgymond. Szép. Azt hiszem nem kapnak több erősítést, és visszaszorítottuk őket a várba. Szóval ott fogunk még küzdeni bent. És nagy valószínűséggel ki fognak engem ütni, és akkor megint kell egy rohamot csináljunk. Nem lesz olyan mázlim, hogy elkapjuk őket. Ó, azok az íjászok nem lőtték ki őket, hanem megmaradtak? Na mindegy, még vannak 29-en. Akkor ezek szerint ott fenn jó sok íjász van. Hát bár várjunk. Nem kapok erősítést, akkor nem lesz meg. Vagyis... hát ha így folytatjuk, akkor biztos nem. Ja, itt fenn is vannak egy csomóan. Ups, a Noldori kilőtt egyet. Na jó, a Noldoriak azok kemény fickók. Gyerünk, lovag, gyerünk, gyerünk, fuss, 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 menni fog. Azaz. Puff. Na jó van, jó kezdet. Egyet megölt. Gyerünk, lovag, Pendorért. A régi Pendori királyságért harcolunk. Meghalt. Ó, kaptam erősítést, akkor meg lesz. De ők már nem kapnak. Na ja, látszik, hogy rájuk vertünk, vagy két erősítést is, vagy egyet. Nagyjából egyet. Egyet biztos, egy erősítést tuti rájuk vertünk. Kettőt nem biztos. Mit csinálsz te? Nézd már, hülye. Na azaz, fordulj háttal az ellenségnek, hátra nem lő le. Azaz! No, mi a vené? Az íjászaik vonulnak vissza, és így nehezebben kapjuk el őket. Gyerünk, ott egy Shadow Legion centúriós! Gyerünk, haver! Pajzsot! Jöjjöjj! Van egy olyan nézésem, hogy ki fognak lőni. Azaz! Egy megvan! Puff! Mit csinálsz? Na, haver! Nem már, ne nevezd már centúriósnak magad. Azaz! Öcsém, ez csúnya volt. A legrosszabb, hogy meghalt. Gyerünk, Radiant Cross lovag! Puff, vége. Menj tovább, ne állj meg, mit csinálsz? A csatának nincs vége. A Royal Iyaz meghalt. Még van egy emberük. Azaz! Na, meglett! De nagy valószínűséggel visszavonultak a várba, és ott fog lenni, küzdjünk, ja? Jó, eddig okés. Oh, meglett! Yes! Yes! A foglyon vagy, és te is, és te is,
És te is, és ennyi. Hó, srácok! Meg lett a vár. Na de kinek adjam oda? Az itt a kérdés. Kié legyen? A vár. A VKV Royal IAS, Kralgard, Chromegard és ez. Hú, basszus. Na de kié legyen a vár? Egyből oda is kéne adjam. Roland Emirnek nincs földbirtoka? Érdekes. Hogy a fenében nincs Roland Emirnek földbirtoka? Elvesztettünk egy területet? És nem vettem észre? Nincs földbirtok. Akkor hogy neveztem ki? Na várjunk. Akkor Roland Emirnek nincs földbirtok. Én elvesztettem egy területet, srácok. Az nem lehet. Nem vesztettem én el. Akkor hogy nincs területe? Hogy a fenébe lehet az? Hát akkor hogy neveztem ki egyáltalán? Hát jó, akkor be kell menjek és beszéljek a kancellárral, és odaadom neki a várat. Hansen szintet lépett. Ja, mérnöki tudása nagyon jól jön. Azaz, a sebészet 9-es szinten van. Jó nehezen fognak meghalni a katonák. Jó. Puh, nemeseket berakom ide. Itt maradhattok ti csak a tömlöcben. Na jó, irány Veluka felé, srácok. Beszéljünk Roland Emirrel. Veidárnál ellenséges sereg. Nem Roland Emirrel, a kancellárral, és Roland Emirnek adjam oda Idlesvárát. Idlesvára... A Roland Emiré lesz. És Alistair pedig... Megkapja Veidárt. Alistair. Hol vagy? Alistair. Jó. Oké. Remek. Irány Ergelon várához. Glunmárnál ellenséges sereg. Azt hogy merészelitek? Jelkalát ostrom alá vették! Irány Jelkalához, gyorsan! Szilasz Uza... Ó, te jó Isten! Öjjöj! Aha, szóval bátrak vagytok. De ne legyetek ennyire! Na! Azt hiszem, srácok, most lesz egy bazi nagy csatánk. Jaja, van egy olyan érzésem. Van egy olyan érzésem, hogy bazi nagy csatát fogunk vívni Jelkalánál. Na de nem baj. Vekáviai lovag, nem is rossz. Hogy a faszba lehetnek ilyen hülyék az íjászok? Ne előre menj, baszod! Hátra! Ah, Isten. 10 lépést vissza. Nem, gyalogság! Na most már igen. Olyankor, mikor nem akarnak hallgatni rátok, olyankor jobb azt mondani nekik, hogy támadás, utána pedig egyből, hogy menjenek, ahova szeretnéd. És ahogy láttam, megcsinálják utána. Új, de csúnyán levágjuk őket. Szilász Uzász még mindig erős. De még mindig 1700 embere van a mocsoknak. Most több, mint 1700. A kis rohadék. Elolvassák, támadjon. A kis rohadéknak még mindig 1700 embere van. Á, mindenki támadhat. De nem baj, az legyen. Amúgy olyan, hogyha nincs nemes ember, aki vezesse, mármint parancsot adjon neki, akkor leáll egy helybe és nem csinál semmit.
vagy megtámad téged, hogyha közel mész hozzá. De még az se biztos. Nem sok értelme lenne, mert nem tudna utolérni. Vigy! Jön egy nemes. Osztói. Lady Valkürök. Nem is rossz. De csúnyán lemészároljuk amúgy őket, de jó Isten. Mészárlás az egész, komolyan. Pár emberem meghal, nem mondom, hogy nem, de... Ők már a második erősítést kapták, mi még... Majdnem meg vagyunk az összes emberünkkel. Elintézem, hogy ne vehessek részt a következő harcban. Sőt, nagy valószínűséggel el is intéztem. Milyen kis ügyes vagyok mindig. A fene vinné el. Hát bár nem, ennyi életerővel részt lehet venni. Tudjátok, mire volt jó? Még annó, ha még emlékeztek ilyen váltság, nem váltságdialkuszóktól, utazóktól, vagy nem is tudom kiktől, tanultam ilyen orvoslási képességet. Azt hiszem az arra volt jó, hogy ilyen... hogy minél több, vagy minél kevesebb életerővel lehessek csatában. Szóval 6% életerő kell mindössze ahhoz, hogy a csatában részt vehessek, ami nagyon kevés. És ha jól tudom, meg lehet csinálni azt is, hogy mínusz, vagyis 2%-kal, vagy 3-4%-kal vehess részt a csatában. Ja. Lehet látni, hogy alig van életerőm, és alig volt életerő, még vége volt a csatának, és mégis tudtam, most mégis részt tudok venni a csatában. Ott van egy folyó. Akkor irány a folyóhoz, emberek. Gyalogság oda, íjászok oda. Lovasság utána. Lovasságot oda. Íjászok közelebb egymáshoz. Na, verjük szét a dásárkutyákat szépen. Most le akarom győzni a dásárokat, ugyebár itt vannak Jelkalánál, nem szeretném, ha elvennék, de lehet, hogy el fogják venni. Ám bár most elvezek még két nemest, mindjárt gondolnak egyet is, el fognak menni Jelkalától. De tényleg, mindjárt csak gondolnak egyet, és puff, elmennek. Azt utána annyi. De ugyebár Szilász Uzász az még mindig kemény. A lovasságot most be se vetem egyelőre. Az íjászok és a gyalogosok el lesznek. Rohagy meg! Az durva. Lehet nem engem vett célba, csak eltalált. Még egyszer kapnak erősítést, pont most. Oké, most már mindenki támadhat, mert több erősítést nem kapnak, a gyalogosokat pedig kezdik lenyomni. A csomó lovas katonám pedig leszállt a lóról, mert idétlenek. Ja, mennyi idétlen egy helyen. Azért van veszteségünk, de... Na, tűrhető. Bár a csaták végén mindig szerzünk foglyokat, ami jól jön. Úgymond pótoljuk egy kicsit a sereget. És a veszteséget. Hülye dasárkutya. Úgyse kapsz el, hülye köcsögök. Ups. Nem már. Hülye Bladesman. Blade Master, nem Bladesman, Blade Master.
Hülye köcsög. Ez ennyi volt. Ne, 61 emberük van. Fogjon vagy és te is. Wow, hello. Metanimi Great Sword. Te jó ég, mennyi foglyot szereztem. Jó, ezeket vesszük. És kemény 109 dénárt. Mindössze 3% életerő maradt. Kb. Ilyen 6% kell, 6 és majdnem 7% kell ahhoz, hogy részt vessek a csatában. Na, hol lett a többi nemes emberem? Hé, te! Beszoptad. Falszerov, falszerov. Az csúnyán elkurta. Pont éjszaka lett. Na, ostrom, még mindig csak ostrom. Ajaj. Ó, oh, ott van Sanjarkán. Hova lettek a nemeseim? Elmentek. Visszavonultak a nemeseim. Ó, oh, itt is van kettő. Hé, 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 hova mentek? Gyertek vissza, nyomom a szemeteket. Ne fussatok el, Jelkalát el fogjuk így veszíteni. Hopp, hopp, te itt maradsz. Á-á-á. 96 embere van. Á, most csak izét csatlakozott Donovan emír. Ijászok közelebb egymáshoz. Gyalogság oda, lovasság utánam. Szóval nem akarnak jönni. Jó, gyalogság támadjon. Lovasság támadjon. Mondom, lovasság. Nem tudom, hogy hol vannak. Amúgy 96-an vannak, szóval sima ügy lenyomni őket. Hány ember van most a csatatére? Mindössze 42. Még kap egyszer erősítést, azt annyi. Na jó, kétszer fog erősítést kapni, de akkor is. És ahogy elnézem, egy csomó gyalogos katonája van. Ja. Elég gyenguszok. Ez egy kisebb nemes, akit már egyszer elvertem, lehet azt szedett pár katonát magához, de annyi. Ah, majdnem. Elverjük őket csak a lovassággal. Az nem jött össze a lovas roham. Egyből kispéciztem magamnak, miért megláttam, hogy előre szeged láncsával megy. Lehet, ha nem ütöm meg, akkor megölegy el a katonámat. Megmentettem szerintem egy emberem életét. Azaz. Ja, ez nem Donovan emír, ez Sajeda. Miért Donovant írt? Ja, hogy itt van ő is, oké? Okay? Meg Sajeda is. És Sara Sajeda vagy ki a bánok. Nem már basszod, hogy hátba lősz! Nem már! Ez gáz. Hülye köcsög, erre hátba lő, értitek? Hátba. De kis mocsok. Van kemény 4% életerőm. Áj, de jó, mondjuk neked van 4 embere, ezenek 26, 25, 75 embere van harcra készen. Nem azért, de ezt itt elkaphatnánk. A 6%-on van, de még sebesültnek számítok. No! El fogják venni! El fogják venni!
Ja, becsatlakozott Szilász Uzász. Most gondolkodok, hogy megtámadjam, vagy ne. Jó. Elveszik Jelkalát, de... Na. Oké. Ujjjjj, rengeteg a lovas katonájuk. El is veszik Jelkalát, visszavezi, amúgy is csak 40 vagy 50 ember volt benne, nem nagy, nem sok ember. Egyáltalán nem az. Na, díjászok közelebb egymáshoz. Ide, lovasság oda, lovasság, és gyalogság oda, lovasság oda. Hát el fogják venni Jelkalát, nem gondoltam volna, hogy megtámadják, ugyebár Sanjar Khan vezette őket, plusz ugyebár neki van egy csomó embere. Na, nem csodálkozom amúgy, de akkor is. Nem jó, hogy elveszik Jelkalát, de vissza is fogom venni, szóval miest lehetőségem nyílik rá, vissza is veszem, miest elmennek onnan. Miest elmentek, puff, támadom is, megveszem vissza Jelkalát. Hülyedásárok. Ó. A folyóban kapjuk el őket. Ajjajjaj. Mi a fene? Vagy nem. Húha, van egy olyan érzésem, hogy ez nem lesz valami jó. Wow. Oké. Okay. Ez így nem okés. No! What the fuck? Nem is láttam, hogy ott volt basszus mellettem. Hülye köcsög. Ja, előbb kaptunk erősítést, mint ők. Óha. Az nagy baj. Jó, szegény csávó Skorpió asszinok vették körül. Júj. Jaj, ne már. Utálom, hogy a Skorpió asszint. Olyan erős egység, basszus, annyira nincs balanszolva ez a játék, komolyan. Rohadt Skorpió asszinok jobbak szinte, mint a Shadow Legion Centuriós. Vagy van olyan jó, vagy még jobb is. Tudja bánat. Én nem tudom, de tényleg, hogy... Hogy olyan egység, hogy... Nagyon nem szeretem ezt az egységet, a Scorpio Assassin-t. Nagyon nem. Utálom őket. Rohadt erős egység. Mondjuk ugyebár van gyengéjük az íjászok, mivel nem használnak pajzsot, de, vagyis ritka a melyeknek van pajzsa, de akkor is. Akkor közelharcra kerül a sorba, basszus, a lovagokat levágják, mint a parasztot. Ajaj, már megint mi kaptunk előbb erősítést. Ja, látszik, hogy itt ez a csomó Scorpio Assassin. Nem bírunk el velük. Jaja. Basszus. Még kell kapjanak erősítést, de mi már nem. Ja. Kaptak egy csomó lovast, mi? Ja. Jó, vissza. Ennek semmi értelme nincs. Az úgy bukta. Ó, a fene vigyen el. Nincs életerőm, haver. Nem bár automatikkal is meg lehet nyerni. Egy csomó Mettenheim-i csávó. Mesteri másfélkezes kard. Nem is rossz. Na de el kell menjek Velukáig, és hozzak katonákat. Nem a legjobb embereket, csak jó katonákat. Ja.
Ó, oh, what the fuck, visszavonultak Jalen alól. Vagyis Jelkalától. LOL! A hülyék. Pont mikor elbukott volna a város, ők visszavonultak. Nézd már, lehet Aldirán, hogy elfut. Hop 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 hop. Te hova mész, köcsög? Neked annyi. Rohagy meg. We of the Deshar treat our guests well. Oh, 197-en vannak. Oké. Okay. Nyilasszok közel egymáshoz és nyilazzatok. A gyalogság és a lovasság nyugodtan támadhat. Pont még volt három katona és a hülyék visszavonultak. Basszus, a barmok. Így nem vesztettük el Jelkalát. Nagy valószínűséggel azért, mert én elvertem a tábornokukat. És olyankor egyből visszavonulót fúj az ellenség, mi az elvered a tábornoki testőrséget. Vagyis nem a tábornoki testőrséget, hanem a tábornokot. De miért van az, hogy megint levágnak minket? De már megint? De miért? De miért? De mit csinálnak az embereim? Kezdek kifogyni a jó katonákból, vagy nem tudom mi van. Kell hozzak katonákat. Szép. Nyilazzátok őket le. A fene vinné el a Dashar fajtájukat. Ők kapjanak előbb erősítést, nem mi. Fláncba, mi kaptunk előbb. Nem baj, akkor is többen vagyunk. Nem jobbak, de jobbak is vagyunk. Hogy ne lennénk jobbak? Milyen hülyeséget beszélek? Százszor jobbak vagyunk, mint ők. Sanjarkant akarnám elverni, csak az a baj, hogy Szilász Uzász egyfolytában a seggében van. Nem bár ugyebár Sanjarkant sokkal gyorsabb, mint Szilász Uzász, így el lehet csalogatni. És elkapni Sanjarkant. Csak ahhoz, hogy lenyomjam, nekem kell legyen egy egész fullos seregem, plusz a szövetségeseim is jó erőben kell legyenek. Pusztulj, Dashar! Á, fenében, mi kaptuk megint előbb az erősítést. Vágnak le minket ilyen gyorsan. Utoljára egy komoly ígyász csatánk lesz. Az a hülye pár lovas miatt az embereim össze-vissza futkorálnak. Próbálják mindig elkapni azokat, akik a hátunkban vannak. És olyankor az én emberém pedig össze-vissza futkorálnak, ugyebár. És hátba lőhetik őket. Nyerünk, nyerjük már meg, srácok, ezt a rohamot. Ne hagyjátok magatokat. Szerintem megnyerjük. Ja, több emberem van. És nagyjából mindig ugyanakkor kapták ők is az erősítést, mint mi. Jaja, megnyertük. Leszek olyan ügyes, hogy megüssenek és nem még vegyek részt a csatában? Lássuk. Nem kéne olyan ügyes legyek. Vagy kéne? Ah, nem halt meg. Oké, én húzok innen. Épp hogy megnyerjük. Vagyis hát nem épp hogy, de... kurva nagy veszteségekkel. Kezdünk legyengülni, kezdünk kifogyni a jó katonákból. Nekem is kezdenek kifogyni a lovagjaim, már nincsenek csak a gyalogosok. A Shadow Legion Marinusok.
Ez így nem jó. Vissza kell vonulni. Jelkalába, be kell rakjak egy csomó embert jelkalába megint. Az összes katonám, ami át van teljesen fejlesztve, be kell rakjam jelkalába. Ez nem jó. Ez jó. Jó, és így jászok közelebb egymáshoz. Be kell rakjam az összes katonát jelkalába, és ami van nálam, mármint amik teljesen ki vannak fejlesztve, és megyek Velukába, onnan hozok még embereket. Ja, lehet látni, hogy most már lovas katonánk alig van, és csak a Shadow Legion Marinusok vannak, akik jók, csak nem erre, amire most használom őket. Főleg nem kergitek ellen, akik egyfolytában vagy lőnek ránk láncsát, vagy késdobigálnak, vagy nyilat lőnek ránk, szóval a Shadow Legion Marinus erre nem jó ellenük. Shadow Legion Marinusok inkább, ha úgy vesszük, a Nordok ellen lennének jók. Mivel a Nordok is ilyenek, hogy inkább közelharcosok. Ó, két birodalmi lovag is meghalt. És ők is olyanok, mint a Shadow Legion Marinus harcosok, szóval a roham előtt dobigálnak pár láncsát, és akkor keményen közel harcolnak. Ja, oké, mindenki támadjon, mert sok emberem csak áll egy helybe. Amúgy is levágjuk őket. Most a Shadow Legion Marinusoknak jó, mivel kis csatatéren küzdünk, hamar odaérnek az ellenséghez, és jó gyorsan le tudják vágni őket. Meg amúgy nem is annyira erős az ellenség. Ja, ennyi volt, le is vágtuk őket. Ja. Olyankor jók az olyan katonák, amelyeknek nincs pajzs, amikor kis csatatéren vagytok. Mert olyankor hamar odaérnek. Hoppá. Ez igen. Hú, na, nem is volt rossz. Nagyban folyik a háború, azt meg kell hagyni, hogy nagyban. Oké, 26 épp ember maradt. Itt a Shadow Legion Marinus berakjuk, a birodalmi lovagot berakjuk, Heretic Magnust is, titeket is. Most egy kicsit úgymond meggyengítem a seregemet. De annyi baj legyen. Ti is szépen ide. Jézus Atya Úristen! Rengeteg nemest elkaptam. Nem sokat, rengeteget. Ó, Metenheimi Greatswordból még lesz Metenheimi Hauptmann. Nem is rossz. Zsatú Outcast Riderök, hadd jöjjenek. Oké. Vaydar az igen, az övé, oké. Tényleg Roland Emirnek nem volt földje? Ez komoly? Odaadtam véletlenül másnak, vagy mit csináltam? Na, irány... Jelklában 162 ember van, nem is rossz. 16.900 ér, az szép. Velukához mentek oda a hülyék. Az nem rossz. Én azt hiszem, hogy a kedves kergitek ezek után már nem igazán fognak támadni minket. Lehetett látni, hogy... Ha nem több, mint 10 nemest kaptam el már, akkor egyet se, vagy még többet, szóval nagyon-nagyon nagy veszteségeik vannak. Csak úgy eltűntek a nemes embereik. Na jó, vegyünk fel egy csomó embert innen, akiket majd még átképzek. Amúgy fel tudok venni még pár... ...izét... ...nemes embert. Szóval előbb vegyük fel őket, és kéne azt hiszem egy zsoldos sereg. Egy olyan zsoldos sereg, ami jó arra is, hogy várost támadjak meg, vagy várat. Kell egy baggage train. Wow, rengeteg nemes emberem van. Oké. Okay. Előbb. Szóval még csak 237 ember van nálam.
akkor innen még veszünk fel. Ja, ezeket az embereket, akiket tovább kell fejleszteni. Azok nagyon jók lesznek most. El fogom foglalni izét. Mi az már? Ergelon várát. De azt hiszem veszek fel egy zsoldos sereget. De miért? Miért vegyek fel? Nem tudom. Unicorn is Knight. Vagy Vekaviaiakat nem tudom, mert ezek egyelőre nem, mert legyőzték őket. Szóval a Marleoniak azok csak nehéz lovasságból állnak. Szóval azok nem jók város támadásra. De nyílt terepen jók, szóval vegyük az Unicorn is Knight Company-t. Azok olyanok, hogy jók közel, vagy nyílt terepen is jók izében is. És jók várost támadni, vagy várat. Elég jól alakul, srácok, a háború amúgy a kergitek ellen, szerintetek is? Szerintem igen. Jól odabaszok most a kergiteknek. Mennyien védik Ergelon várát? Hoho, alig vannak 300-an. Meltor grófot száműzték és a kergitekhez állt át. Hát de jó, komolyan mondom, de jó. Várakozzunk egy kicsit még. Oké. Harcra! Ijászok, tűz! Mindent! Mire vártok? Tűz! Lőjetek! Na végre, ideje volt. El kell vegyük Ergelon várát. Oda is adom valamelyik nemesemnek. Még el nem veszek még két várat, legalább ezután megyek is elveszem izét. Mi az már? El fogom venni. Jamike várát. És miután elvettem az összes birodalmi területet, utána azt hiszem békét köthetünk a kergitekkel. Utána megerősödünk, de jó keményen megerősödünk. És... el fogom venni, utána meg letámadom, szóval utána elveszem a saját területeiket, az anyaföldjét úgymond. Kezdem majd várakkal, városokkal, és így tovább, szóval nem lesz kegyelem. A legnagyobb birodalmat fogom legyőzni egyedül. Na jó, nem csak teljesen egyedül, de egyedül. Amúgy azért nem támadok, mert az íjászok mészárolják őket, szóval nincs értelme beküldjem a gyalogságomat, hogy levágják őket. Ameddig lőnek az íjászok, oké, és miután nem még lőnek, támadunk. Egyszerű. Új, ott van egy köcsög. Kidugja valaki a pofáját, kapja és a nyilvesszőt belé. Búrájába. Tudtam, hogy el fog találni. De jó, hogy engem vesztek célba. Nagyon szépen öljük őket. Ajajajajajaj. Ez a vár azt hiszem meg lesz így elsőre. Ott a köcsög. De jó ég, alig veszitek el embert. Már is kaptak erősítést. Jó, mindenki támadjon. Ambár nem biztos, hogy pont most kéne. Jó, vissza. De hülye vagyok, pont most támadok, mikor jön az erősítés. Most szórjuk már meg még őket egy kicsit nyilakkal, ám bár az íjászaim kifogytak. Na jó, menjetek.
Menjetek is, öljetek meg mindenkit. Ne sajnáljátok őket, ők se sajnálnának titeket. Mi a... Hova a bánatba lövök, hogy na, nem kapom el. Na végre. Ah, pont mellé. Már megint bebagoltak páron. Gyerünk srácok, mit csináltok? Így nem lesz meg elsőre a vár. Pedig rájuk vertünk vagy két erősítést. Annyi az egész, hogy közelharcban kemények. Innen lehet fölvenni a nyilvesszőket, basszus. Bazd meg, ez nem jó. Azon csodálkozom, hogy nem kapott még el egy nyilvessző. Pusztulj innen anyukádat! Állj már félre a hülye emblémáddal! Kiosztok pár fejest. Hogy a francba tudtam mindegyiket fejre lőni? Van úgy, mikor... Kicsit úgymond izgulok, olyankor mintha jobban menne. Fejes. Valójában elkapnám őket, csak mintha bugolna a nyilvessző. Bele a falba. És a fába. Hogy pont a fát kapom el. Adjatok nyilat, adjatok nyilat! Nem elkaptam a sajátomat. Jó, mert kergitek ellen küzdünk, szóval nincs olyan, hogy ne kapjak nyilvesszőt a földön. Nem bírom eltalálni. Pont ott áll a fa mellett, vagyis az oszlop mellett, és nem bírom eltalálni. Mindig az oszlopot kapom el. Túl alacsonyan lövök. Ez mellé ment. Az is mellé ment. Most az túl magasan szállt, ez is túl magasan szállt, az mellé. Ott bugol a nyilvessző, vagy nem tudom mi van. Az belebugolt a fejébe. Nem igaz, hogy nem kapom el, basszus. Mintha egy kicsit bugolna. Mondom, az átment a csávón. Mondom, az a nyilvessző átment rajta. Mi a f... De én eldobtam a nyilamat! Csodálkozom, hogy nem tudom eltalálni a csávót, miközben eldobtam a nyilamat, basszus. Ó, a fene vinnel. Hát persze! Ezért szór össze-vissza az íjam. Mind csodálkozom, értitek? A francba. Mind csodálkozom, értitek, hogy nem tudom eltalálni meg, hogy alacsonyan száll a nyilvesszőm. Mind nézem, mindig meg vagyok szokva, hogy már a Noldor íjjal, hogy ezzel eléggé jól lehet célozni. És mind alacsonyan száll a nyilvesszőm. Én még csodálkozom, hogy nem tudom eltalálni, mondom, hát... Az azért... Wow! Láttátok, hogy fejből lőttem azt a csávót ott lent? Azt pedig jöttem hátrafele, azt nem is céloztam. Nem is őt vettem célba. Az mázli volt. Jó, egy kicsit megtizedelnek.
Na észre sem vettem basszus, hogy a elvesztettem a nyilomat. Az is fejre ment. Mi a franc? Cheatelek? Vagy mi az ég van? Ups. Az is fejre ment, te jó isten! Nem, ez nem ment. Elkaptam a sisakját. Megint. Bakker, ott lenne sokan vannak. Adjatok egy gránátot, dobjam le. Ez egyből meg lett, ha minden igaz. Kifogytam. Nem sebződtem. Azaz, és még egyet karddal is. Wow, alig vesztettem el embert. Nem tudom, kinek adom ezt a várost, várat. Oh, fuck. Na, jaj, ne. Jó. Mennyien maradtak? Nem adják meg magukat, de megadják. Ó, akkor jó, viszlát. Wow, oké. Okay. Ez jó volt. Mik vannak itt még? Heretic Magnus is van, Pandori Nézias és... Tudtam amúgy, hogy nem maradtak sokan. Kinek adjam? Egy községe van Boadisnak. Akkor Boadisé lesz. De ezért kicsit megutáltak, úgymond, de annyi baj legyen. Remek! Na, irány tovább! Irány tovább, srácok! Nem állunk meg, nem kegyelmezünk. Szétverjük őket. Irány Yamikevára ellen. Tovább, emberek! Hop, hop, ó, várjunk! Hello! Annyi életerő van, 10%. Jó, azt hiszem elegen csatlakoztak. Ja, vagyunk 788-an. És 3 kezdő előnnyel kezdünk. Nagyon jó, mindössze 50 emberük van. Az kevés, haver. Bár kevés életerő van, de... Letaldirán a csapatban van? Nincs, a francban. De itt van. Nem, nincs. De itt van, itt van, itt van, itt van. Ha Noldori embereket látunk, akkor itt van. Ijászok ide, gyalogság oda. Mit nem lehet ezen megérteni? Na nézd, már a gyalogság tartja a rohadt élet. Ti oda. Gyalogság, ijászok ide. Jó, nem hallgatnak, akkor támadj. És vissza ide. Na most már hallgatnak rám. Erre is kurvára rájöttem. Oh fuck! Gyalogolvasság is. Jaj! Pandori gyalogos lovagot ki is lőtt, és ki is ütötték. Oké, mindenki támadjon, ezt elkúrtam. Kicsit későn vettem észre, hogy lerohantak minket. Pusztulj, kutya. Jó. Ijászok. Ide. Csak tartsák az ijászka pozíciót. Azaz, Dashar Nobu Rider meghalt. Gyerünk, srácok, ne kegyelmezzetek nekik. Azt hittem, van itt valaki mellettem. Valaki van itt, hogy ezek hátra néznek. De ki? Ja, ott az a köcsög. Na, nem, már az a hülye bevagolt oda.
vagy nem. De meghalt. Kit lőnek ezek? Ja, hogy miattad vannak úgy... Az ijászai mind hátrafele néznek, mert ez a hülye köcsög itt van. Á, már nincs. Dashar Rogue Noble Knight meghalt. Ennek a csávónak több mint 300 embere van, ezt le kell győzni. Különben lehet megtámadni a várat és el is venni. Ó, na végre megjött az elősítés. Hála az égnek, ideje volt már. Ám bár ők is szépen gyilkolásznak minket. Elég jó nagy veszteséget okoznak. Elég jó nagy veszteséget okoznak. Ez kurvára is szép mondat volt. Ja. Néha elég jól megy a beszéd. Á, mellé. De ám bár ő se tudta bevinni a rohamot. Ó, egy kicsit sok lovas katona jön. Jújjújjújj. Hol vannak a lovas katonáim? Jaj ne, elkapják az íjászokat. Dashar Rogue Noble Knight-ok. Ez egy csomó Dashar Rogue Noble Knight az egész. Pusztulj te kutya! Ups. Mindjárt nyomnálam egyet, azt vége. Csak egy ütés is. Puff, vége. Na nézd, már nem halt meg. Na végre. Még mindössze 25-en vannak. Na most már hadd menjenek az én ijászaim is közelharcra, most már mindegy, alig vannak. Nem is baj az, hogy közelebb mennek, legalább le tudják nyilazni az ellenséget. Meg vagyis lenyilazzák az ellenséget. Ja, mindössze 5 emberük van, és pont most kaptam erősítést, már csak 3 ember. Ja, ezeket szétverjük most. Legyőzöm ezt a nemest, utána irányja a Yamike vára ellen. Ja, ennyi volt. Még van 213 embere. Ja, az nem olyan sok. 7-es kezdőelőnyt kapunk, te jó Isten. Ja, sima roham lesz. Ahogy elnézem, ja, csak egy sima roham, szóval előre az unikornisok lovagokkal. Ja nem, nem sima roham, csak előre küldték a lovasokat. De mondjuk mindegy, ha egyet megölünk, utána megindulnak, az kész. Az íjászokat föl kéne vigyem arra a dombra, szóval íjászok utánam. Egyet se öltünk meg, hűha. Ó. Híjászok, maradjatok ott. Inkább gyertek ide. Innen van jó rálátás az ellenségre. Rengeteg az íjászom. Nagyon-nagyon sok. Köcsög. Szabjája volt a köcsögnek. Az nagyon jó fegyver. Csak nem ellenünk. Azt én akartam. Ó! Kettő is rám jött.
Csak úgy szórják az íjászgony élvezőt erre a csávóra itt. És kidőlt. Megmentelek? Hát majdnem. De a Ranger-t megmentettem, tudta kiütötte volna a Rogue Noble Knight a Ranger-t. Nem tudnak fölvenni az embereim a dombra, de az íjászok. Lássuk csak. Hát nem igazán. Nem bár hadd jöjjenek. Próbálják meg. Ó, oh, kaptak erősítést. Na akkor az íjászaim most beszopták. Le fogják őket lő, vagyis nyomni a lovas katonák. Ó, várjunk, nincs is lovasság köztük már. Látom, elég lassan mozognak a piros pontok, szóval az azt jelenti, hogy gyalogság csak. Ja, csak gyalogság. Az íjászok nyilzáport nyomnak rájuk, az kalap. Jaja. Bocs, beblokkoltam a Ranger-t. Knights of the Unicorn. Ó, annak ilyen 510 életerős lova van. Azt nehéz megölni. És 93 páncélzatos... 93-as páncélzata van a lónak. Ahol lelőttem a Dashar dervist. Pusztulj innen, te mocsok Dashar kutya! Menj innen! Nem tudtam kinyírni. Gyere vissza, gyere vissza! Azaz, két lövés, halott vagy. Ez igen, ez jó volt. Még el kell vegyük Jamike várát, Kulmar várát, Ergelon várát és Grunwaldert. Grunwaldert azt... Jaj, azt hagyom utoljára, mert az kurva nehéz. Ha jól emlékszem. Ja, még vannak 123-an. Ó, oh, egész jó terep. Knights of the Unicorn. Elég jók ezek a lovagok. Zsoldos lovagok. Na. Nem mondom, hogy rosszak. De nem is annyira jók. Egyfajta zsoldosok. Pénzért küzdenek, de elég okésak. De megküzdenek a pénzükért, hogy úgy mondjam. A gyalogság támadhat. Íjászok közelebb egymáshoz. Lovasság utánam. Nem bár ott a csatatérkép vége, de mindegy. Vagy széle. Oké. Okay. Több lovas katonám van szerintem, mint amennyien ők vannak a csatatérképen. Ám bár nem, nincsen. De akkor is elkaszáljuk őket. Amúgy is már csak a parasztok maradtak, úgymond hátra. Kettőt elütök, vagy egyet elütöttem, másikat levágtam, az kész. Francba. Van pár ilyen Red Boar Knight-juk. Ezek is olyan béna lovagok, hogy az fáj. Vörös malackák. A vörösre festelek én most titeket. Ups, ups, op, op. Ez már hát dögölj már meg. Hop, hop, hop. Ah. Elég gyorsan lőnek a maiden lovasok. Ops. Jövök, jövök, srácok. Áááááá, törtek! Keresztül vágok az íjászokon. Puff, Pandori fekete íjász kilőttem. Ó, oh, sajátomat a fenébe. Hello. Az
pendori katonák rossz pendori, rossz király mellett küzdenek. Ah, oh, what? No! Mi a... Ah. Hopp, hopp, hogy csúsz... Néha már csúszok a földön? Még kötelet kötött rám, vagy mi volt? Na mindegy, még van két emberük. Ilyen zsató rider. Ó, az a csávó menekül, ne engedjétek el, nyilat neki! Ne engedd el, ne engedd el! Ah. Hülye zsoldos! Ah. Elengedted. És a foglyom vagy köcsök. Elvegyük a Heretic Magnust, a többi a tietek. Hú, oké, Ergelon várát is megvédtem. Tuti megtámadta volna a csávó Ergelon várát. De most már nem fogja, mert a foglyom. 307 embert tudok fölvenni. Meg kell nézem, hogy mennyi hírnévpontom van. Szerintem van egy olyan 5292. LOL. Na jó, irány Jamike. Oh, hello. Oh, 33 embere van. Veidárnál kisebb sereg. Hey, ezek nem akarnak követni engem? Oké. Okay. Előnk srácok, kapjuk szét. Azaz. Ez már tetszik, mikor ilyen sok saját nemest látok, úgymond. Elég szépen összehoztam amúgy a királyságomat, szerintem. Lehetne, vagyis jobb lesz, de egyelőre így is okés. Így is fölvesztük a legnagyobb királysággal a harcot. Hiába van nekik ennyi nemesük, ha össze-vissza futkorálnak a hülyék. Na, veszek még katonákat magamhoz. Veszek némi élelmet. Már csak a baggage trainem maradt. Ja, meg némi gabona. Oké. Okay. Irány Jamike vára. Mit csináltok? Ja, jó. Ó, páran szintet léptek. El fogom venni Jamike várát. Nem tudom kinek adom oda, de valakinek odaadom. Uhumból vegyek teheneket. Még vagy hármat. És levágom, hogy legyen élelmem. Na, jönnek a nemesek? Wow, nézd már, egy egész komoly sereg, hogy úgy mondjam. Ó, Pagundot ki akarják fosztani, na mindegy. Oh my lord. Yes! 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 Csatlakozzatok be! Menjetek, menjetek! Nem mennek. Megtámadták! Megtámadták Szilász fucking Uzászt! Yes! Meghalsz! Meghalsz! Ez az! Elkapta Szilász Uzászt a Noldori! És hogyha most besegítek a Noldoriaknak, megkedvelnek annyira, hogy... hogy nem még fognak megtámadni. Nem hiszem el, hogy a Noldoriak elverik nekem Szilász fucking Uzászt! Úristen, srácok, nem hiszem el! Nem hiszem el! Wow! Na most a kergiteket megkúrjuk, mint állat. Az egyszer, tuti. Ó, oh, vannak birodalmi katonák is. De a kergiteket most jól megkúrjuk, srácok. Te jó Isten! Szilász Uzászt elverjük, srácok. Hál a jó Istennek! Ah, ezt nem hiszem el, hogy pont akkor jövök ide, értitek, mikor itt van. Áj, de durva, de durva. Nagyon durva. Hogy mészárolják őket a Noldoriak. Az lol. Esélyük sincs a Noldoriak ellen, szóval ez nem harc, ez kivégzés, ez ennyi volt.
Ez nem nevezzük harcnak, ez olyan, hogy lerassoljuk őket, és a noldori katonák felaprítanak mindenkit a francba. Ezt nem nevezzük harcnak. Olyan, hogy Dashar, Bladesmenek, meg ezek nem veszik fel a harcot a noldori nobolokkal. Ugyan már, az egy vicc, ami itt folyik most. Ezt nem harcnak nevezzük, ez olyan, hogy lemészárlunk 1700 embert, az kész. A Riva szintet lépett. Ez egyáltalán nem harc. Hú, ez mekkora nagy megkönnyebbülés nekem, srácok, el se hiszitek, hogy nem még kell megküzdjek, és nem kell attól féljek, hogy a kergitek miatt szenvedek el veszteséget, mivel Szilász Uszász úgymond itt van. Ennyi volt? Aj, te jó éj. Na. Rásolunk, nem állunk meg, rásolunk. Itt hál... Mi a fene? Itt Hillrandirnak hívják amúgy. Ha jól emlékszem, mínusz 2 ponton volt a kergitek, vagyis a noldoriaknál. Szóval, ha minden igaz, akkor a csata végén a kergitek megkedvelnek. De tényleg. Mármint nem lesz az, hogy mínuszban leszünk. Ami nagyon király lesz. Ez a csata, ez itt nekem nagyon jól jött most. Az igen. 5 ütés, 5 ember. 6 ütés, 6 ember. Lol. Aj, de csúnyán lemészárjuk őket. Aj, mit nem adnák, basszus. 50 noldori nemes érte, jó ég. 50 noldori nemes lovasért, aj, mit nem adnák. Jó sok pénzt adnák annyi emberért. Azt hiszem fogok is tudni szerezni mondjuk. De jó Isten! Brutálisak a noldoriak. Jó, nem halt meg. Saját emberemből veszítek el, de Noldori még nem halt meg, szerintem. Vagy halt, de 4 sebesült. Nem, az nem halál, csak sebesültek. Ah, nem baj, amúgy is a többit automatikázzuk. Szóval mindegy. Nagyon durva. Ez az, király, győztünk is. Ha nem tudok részt venni a csatában, de szerintem részt tudok venni. Nem. Szilász Uzásznak vége. És a noldoriak megkedveltek. Ez az. Wow. Jó, mindebből kaptam kemény egyet. Szóval most már nem támad meg a noldori, ugye? Szerintem már nem. Ez nagyon jól jött most. Nem, már nem támadnak meg a noldoriak. Ennyi volt, most már kedvelnek engem. Ó, itt van Ben Sanjar Khan, úristen! Oké, essünk neki. Holnap, aj, ostrom tornyos, 30 órát vesz igénybe, oké? Akkor legalább... meggyógyulok egy kicsit. De benn van Sanjar Khan, szóval ezt nagyon nehéz lesz elvenni. De ez durva. Aj, Roland Emirt elkapták. Ne! És pont, hogy a noldoriak már nem támadnak meg. Van náluk egy befolyásom, úgymond. Oké, a svadiaiaknak van okuk, hogy megtámadják a noldoriakat. Nordokat. Na, ostromtornyos. Nem gondoltam volna amúgy, hogy az ostromtornyos. Ez mi volt? Ez mi? Jó, nyomják a nyílzáport. Vissza. Jó, íjászokat oda. Szerintem el fogjuk foglalni a várat. Elsőre, ha nem, de másodjára biztos. Nem is igazán érdekel, hogy elsőre el tudjuk, vagy sem. Szilász Uzászt elverték. Ennek nagyon örülök.
Ez nagyon jó. Ez nagyon jól jött. És Sanjar Khan is itt van, és ha őt is elverjük, a kergiteknek végük van. Szóval nekik egy csomó nemesüket elfogtam, a királyt most fogom legyőzni. Vége, a kergiteknek annyi, nincs hadseregük, nincs semmi, ezek után el tudok foglalni tőlük bármit. De békét fogok kötni velük egy rövid ideig, hogy megerősítsem magam. És hát ja. Most már ugyebár a Noldoriaktól sem kell tartani. Kígyókultistások nincsenek, Noldoriakkal már nem kell hadakozzunk. Most megpróbálok a Noldoriakkal jóba lenni és kapcsolatot létesíteni velük. És kapni, lehet, hogy kapok tőlük katonákat is, ami nagyon jól jön majd. És nincsenek, a területemben nincs ellenség, szóval kigyókultistások már nincsenek. Esetleg démoni csapatok jöhetnek, de ha ide téved egy démoni csapat, úgy szétverjük őket, mintha itt se lettek volna. Szóval egyre jobbak és jobbak vagyunk, srácok, szóval ezek után már tényleg, hogy ja. Nem igazán lesz az, hogy megállítanak minket. Jaja. Amúgy kaptak erősítést az ellenség, ami nagyon jó. Rájuk vertünk eddig egy erősítést, ha minden igaz. Ezek után se... Na nézd meg, erre meglő a cigány lábon. Combon lőtt a köcsög. Ezek után már nincs az, aki megállítson. Más királyság szerintem nem üzenhatat, az egy kergit, aki annyira bátor volt és biztos volt abban, hogy lenyom minket, egy kis királyságot. De ugyebár általában mindig annak rossz, akinek nagy a királysága, mivel nagy a királyságod, sok területet kell megvédj. Kis királyságod van, kevés területet kell védj, így mintha jobb lenne. Ugyebár a római birodalommal is csak az volt a bal, hogy túl nagy volt és már nem tudták védeni a határokat. Ugyanez van most a kergiteknél is, hogy hiába nagy a birodalma és sok nemese van, nem tudják védeni a határokat. Mert bárhol támadhatok és nincs mindenhol nincs mindenhol nemes. Na fene, erdély zsiványok vannak, basszus. Nem tudom eltalálni, na végre. Gyerünk, ne kegyelmezzetek Sanjar Khannak, ő se kegyelmezne. Próbálom azokat ott a bástyán leszedni. Hogy nincs nyilom. Törjetek be! Gyerünk! Azt hiszem ez a sok győzelem a katonáknak, hogy elnézem, komoly morát adott. De tényleg, hogy olyan, hogy átgázolnak az ellenséges csapatokon. Menjetek már! A felébe. Ah, no! Silver mi Stranger fejbe lőtt. Na mindegy. Hát elsőre szerintem nem lesz meg. Próbáltam felvenni nyilat, és puff, leszedett a köcsög. Szerintem elsőre nem lesz meg. Vannak Silver Mist Ranger-ei, ugyebár Sanjar Khan elfoglalta még, vagy annó még megalapította a Silver Mist Ranger rendet, amik nagyon erősek. Szóval alig várom, hogy nekem is legyenek olyanjaim. Legelőször, srácok, le fogom győzni a kergiteket. Ha addig nem üzen senki hadat, még a kergitekkel hadakozok, akkor utána azt hiszem, hogy nekiesek a nordoknak, mivel addigra szerintem a nordok és a svadiaiak, vagy a svadiaiak lefognak. És a nordok le fogják győzni a svadiaiakat. Biztos. Mivel elvették Pravent is tőlük, szóval a nagy valószínűséggel a vizéknek annyi a svadiaiaknak. És akkor megint maradnak a nordok és a vejgyírek. De utoljára szerintem a vejgyírek maradnak. És legutoljára mi maradunk, de na, értitek.
De ha a kergitekkel végzek és a kergit területeket elveszem, utána annyi. Utána annyi nekik. Legyőzöm a kergiteket, utána le kell győzzem a nordokat, akik még kemények. Utána pedig maradnak a vejgérek szerintem. De lehet, hogy a svadiaiak is túlélik majd egy-két várral. De az már nem lesz lényeg. Ja. Húha, elég sok embert veszítek, de ők még mindig több embert veszítettek. Ők kb. 30 vagy 40 emberrel többet vesztettek, mint én. Szóval mi még elég okésak vagyunk. Már elsőre szerintem, ha nem fog sikerülni, de ha sikerül, hú, az durva lenne. Na, végre erősítés. Bár kezdek egyre több és több embert veszíteni. Mondjuk ők elvesztettek mindjárt 200-at, én pedig mindössze 140-160, szóval van egy olyan 30, igen, egy olyan 30 ember különbség van köztünk. Szóval neki, ők 30 emberrel többet vesztettek el, mint én. Ami elég sok. Semmi íjász nincs a falon, aki nyilazzon, szóval nagyjából csak közelharc van. Gyerünk, unikorn is! Azaz! Azaz! Még egyet vágj le! Azaz! Megölt már hármat a csávó! Kiütötték! Hitvány embereitek vannak! Ajaj, egyre több és több embert veszítek, ők meg kevesebbet! Egyik-egyik csávó köztük nagyon vörös! Az a pár íjászot lő minket. Na végre erősítés, az mondjuk baj. 180... Kb. Utolértek minket. Most mi utolértük őket, ugyanannyit vesztettünk el mi is, mint ők. Hát ez szoros lesz, de szerintem nem lesz meg elsőre. Rengeteg embert veszítek, ők meg nagyon keveset. Bár most jönnek valami lovagok. Jaja, jön pár lovag. Jön még Noldori harcos is, de akkor sem lesz meg, van egy olyan érzésem. Nem baj, mondjuk elsőre nem is gondoltam, hogy meg lesz, de másodjára szerintem igen. Ha nem, akkor harmadjára, addig támadom, még meg lesz, szóval mindegy. Innen már amúgy sem menekül el Sanjarkán, és az a másik nemes. Nem tudom, melyik nemes van még itt, de mindegy. Á, kaptak erősítést? Akkor tuti nem győzünk. Mi már szerintem nem kapunk erősítést. Nem kapunk többet. Na mi érdekes? Sokkal több embert. Ránk vertek egy erősítést. Nagyjából ugyanott vagyunk, ahol ők. Ja, vissza. Jó, előbb fejlesztem már a katonáimat. Nem mindegy, hogy számszeríjászként mennek a harcba, vagy légionáriusként, vagy nehéz gyalogos, szóval... Na, sokat számít az a pár fejlesztés is. Egy szinten jobbak, ha úgy vesszük. Jó, és megvárom a holnap reggelt, és utána támadok. Jó, ki akarja? Már elkezdenek most fosztogatni, szóval... És nem a holnap reggel, csak éppen még egyszer fejlesztek a katonákon. Szóval most maradt ugyebár pár nemes embere a kergiteknek, akik fosztogatnak. Felgyújtanak pár falut, stb. Na, nem annyira lényeges. Fejlesztünk egy ügyességet és egy lovagló képességet Rivának. Kéne adjak már neki egy lovat. Az a baj, hogy még attól messze áll. Oké, kezdjük el megépíteni a... Ezért, Sanjarkának még mindig van 327 embere, basszus. A városban még mindig vannak, vagy 170-en. Ja. Na mindegy, nem támít, támadunk, és egész addig még meg lesz. Ha pár falut kifosztanak, az nem nagy dolog. Mínusz 15 ezer. 8 nemes csatlakozott, és 2...
Kettő nem tudom miért, és kettő azért, mert dicsőséget akar szerezni a seregemben. Fuck, ezt nem kellett volna. Ne, véletlenül előre küldtem az embereimet a fenébe. Jó, az ostrom tornyot nyomjátok oda. És minél több embert szedjetek le. Silver Mist Halberdier. Olyan is van? Szóval vannak Silver Mist Rangerök és Silver Mist Halberdier. Nem gondoltam, azt nem tudtam, hogy vannak közelharci emberek is. De már megint, ahogy átnézem, rájuk verünk egy erősítést. Ha így folytatjuk, már is 25 ember meghalt. Ne! Ú, azt hittem bebagoltam. Mondjuk jó sok embert kilőnek. Ja, főleg a Silver Mist Rangerök. Azok veszélyesek, srácok, nagyon. Vannak olyan jók, majdnem olyan jók a Silver Mist Rangerök, mint az mi az már? A Noldori íjászok. Ja, majdnem vannak olyan jók, mivel azok a Silver Mist Rangerök a Noldoriaktól tanulják, úgymond. És kb. Ugyanolyan felszerelés is használnak, mint a Noldoriak. Ezért annyira veszélyesek. De már is erősítést kaptak, az szép. Nagyon veszélyesek a Silver Mist Rangerök. És a sima Rangerök is nagyon veszélyesek. A Veigir Ranger, a Raven Sterni. Az is nagyon-nagyon veszélyes. Ja, ott van egy Silver Mist Ranger. Kb. Ugyanúgy néz ki, mint egy Noldori, basszus. Ja. Pár ígyász kifogyott. Ja, főleg a Noldoriak, gondolom. Azok szoktak általában gyorsan kifogyni. Mivel túl gyorsan lövik a nyilvesszőt, szóval egyik megy a másik után. És jól is céloznak, és gyorsan is lövik a nyilvesszőket. Meg nem is igazán van mit már lőni, vagy igen? Az íjászok itt maradnak, pont ott. Nem küldöm őket előre, vagy küldjem? Küldjem. Hadd menjenek. Ezek az íjászok. Amúgy sincs már igazán lőszerük, szóval mindegy. Ó, kilőttem a Van Veszki harcost. Mindenki támadjon nyugodtan. Ha kell, legyőzzük Sanjarkának az összes katonáját a várban, de akkor is győzünk. Wow, de faján néznek ki a Rangerök. Ne! Fuck. Nem a Rangerök amúgy, hanem a Halberdierek, a Silver Mist Halberdier. Nagyon szép páncélzata van. Úgy leestem a falról. Már megint. Valahogy úgy kéne, hogy le tudjak lőni pár kutyát. Ott van a Ranger. Vagyis Halberdier. 303 tapasztalatpont, az nem sok. Hát nem azért, de nem kéne csak ilyen nyugodtan előre küldjem az íjászaimat. Nem jó. Nem sok értelme van. Akárhogy nézem.
Ó, bakker, a sajátomat kaptam már még hozzá fejbe. Ja, ennyi volt. Mondjuk mindegy, nem számít, kiütöttek. Mondjuk számít, ide tudnák jönni, onnan fendről puff puff puff, na mindegy most már. Sanjarkának nagyon erős serege van. Ajajajajaj. Megszivatnak minket ezek a halbeti erek most. Ja, tudtam, hogy ez lesz. Ja, erre állt. Próbálom visszaküldeni az íjászaimat és tartsák a pozíciót. Lássuk, mi lesz. Hol tartják ezek? Nem jó helyen. Ott. Ó, bazd meg, kitámadnak. Hátráljatok, hátráljatok. Ups. Már megint. Ne. Oké. Kitámad amúgy az ellenség? Ja, kitámadnak a hülyék, basszus. Még jó, hogy visszahívtam az íjászaimat. Egy csomót le fognak lőni. Egy csomó ellenséget. Főleg ugyebár ezeknek a halbedéreknek nincsen csak testpáncélzatuk. Pajzsuk nincsen. Súnyán annyi nekik. Kicsit nagyon hátra küldtem az íjászokat. Ott legyetek. Ott. Na, már megint. Ne. Elnézést. Fa. Na végre. Helyre állt. Nem kapok erősítést? Pedig kéne. Ja, dehogy nem. Még nagyon kell kapjunk erősítést. És kanya az egész, hogy nem veszítek el sok embert, mivel lehet látni, hogy az embereik pont az ostromtorony tetején vannak. Az íjászaimnak nagyon jó a rálátása, de ők nem láttak minket, mert mi az ostromtorony alján vagyunk nagyjából. Így mi látjuk őket, de az íjászaik nem látnak minket, amik most már látják az embereimet. Kicsit feljebb jöttek az embereim, de amúgy durva, hogy kitámadnak. Faján néznek ki ezek a halbedierek, basszus. Aj, durva. Rengeteget megölünk most, srácok. Ám bár 190, jaj, éppen hogy öltünk annyit, amennyit ők, szóval, hogyha nem támadtak volna ki, nagyon megszivattak volna minket. Azaz, gyertek csak kifele. Ijászok, lőjétek le őket. Ezek a halbedélek pedig nagyon jók, csak sajnos kitámadnak vele. Nagyon szépen szedik az íjászok az ellenséget. Megöltünk 227-et, 8-at. Mit mi elvesztettünk, kb. Ugyanannyit. Nagyon szoros lesz. Kíváncsi vagyok, hogy megnyerjük vagy sem. Várjunk, nem kapnak erősítést, vagy mi van? De most, király. De mi is, nem? Ha ők kapnak, akkor mi is kell. Nem, bár sok íjászom van, lehet nem fogok kapni erősítést. Túl sok íjászom van. Silver Mist Ranger. Csak annyi az egész, hogy a Silver Mist Ranger-ök Half-Storm íjjászt használnak, nem a Noldori összetett íjat. Nem kapok erősítést amúgy, ennyi volt. Én már nem még kapok. Szerintem. Ja, még megvárom, hogy kilőnek pár ember, de ennyi. Szerintem nem még kapok több erősítést. Az de gáz.
Még ha még egyszer kapnák erősítést, hú, lenyomnánk őket. Ja, ennyi volt, vissza. Holnap reggel támadunk megint? Még van 261 emberem, basszus. Szövetségeseimnek igaz, hogy már nincs sok. De nem számít. Amennyi van, annyi van. A végén már lehet csak a saját embereim jönnek a harcba. Mennyi emberetek van még? Hát van itt azért még mindegyiknek. A nagyobb nemeseknek, várjuk, mennyi emberük van még nekik? Sanjarkának 212 ember, harcra kész a városban, 59 harcra kész, és a Dundusnak meg 0 embere van. Na jó, akkor holnap reggel újra támadunk. Ja, elfogadom. Csodálkozom, hogy... Ó, jött még egy nemesem. Csodálkozom, hogy még nem kértek békét. Ezek után Etroszkvárát is el kell venni. Kulmarvára és annyi. És Glumvader. Még van 4 vár, amit el kell foglaljak ahhoz, hogy az összes rodok birodalmi terület az enyém legyen. Szerintem most győzünk. 7-es kezdőelőny, atya isten! 7-es kezdőelőny, srácok. Az durva. Már csak nagyjából Sanjarkának vannak emberei, meg ugyebár 60 ember volt a várban. Már csak Sanjarkán emberei vannak. Talán még jobb is így, hogy így kell elverjük a Sanjarkán seregét, mivel ezek nyílt terepen, ezek a Silvermi Stranger-ök, ó, mit adtak volna nekem, te jó ég. Jól megszivathattak volna minket nyílt terepen, de így, így nem annyira. Szóval néha jobb az, hogyha várban kell harcolj, vár ellen. Csak ugyebár akkor jó, hogyha jó embereid is vannak, szóval olyan emberekkel kell mindig támadni, hogy legyenek íjászok és gyalogosok is. Lovasság beleértve, mivel azok is vártámadáskor gyalogosok. Szóval mindig legyen az, hogy legyen egy csomó gyalogosod, lovaskatonád, de inkább, mintha több íjászod, mikor várost akarsz, hogy várat elfoglalni, mert azokat szépen beállítod ugyebár ide, nyilaznak, ha például úgy látod, hogy lenyomják az íjászaidat, visszavonulsz, újra támadsz, puff, megint lenyilaznak egy csomót, és akkor így szépen lassan vége is. Már is kaptak erősítést? Ez ennyi volt. El fogjuk most venni a várat. Utána egyből megyek Etroszkvára ellen. Odaadom valakinek ezt a várat, és irány Etroszkvára. Elveszem azt is. És osszom utána zárom a időt, és a következő részben pedig... Hát elveszem Glumvardert és Glummar várát, vagy Kulmar várát. Ó, kilőttem a Bacchus Lady-t. Haha, fenébe. Szegény csajszi. Ám bár jó pár embert elveszítettem. 18, 20, 20, 24-et eddig. Ó, már is kaptak erősítést, de jó ég. Ez kb. Ennyi volt akkor. Ja, mindenki támadjon. Ennyi volt, bevesszük a várat. Ám bár van... Még jó pár Silvermi Stranger. Vajon kitámadnak megint? Nincs lőszerem amúgy. Nem biztos, hogy meg lesz a vár. Felmegyek a magaslatra. Meg lesz a vár. Lehet látni, hogy alig van már pár Silvermi Stranger. Azt a köcsögöt onnan leszedem, azt a pár úton állót. Ja, hogy nem is lehet felmenni, jó. Vajon melyik íjász lesz, amelyik célba vesz mindjárt, az belém küld egy nyilat. Ó, meghalt egy fekete íjászom.
végre, fejestek, hogy csak. Na jó, hogy tudnám most hátba lőni őket? Hát kéne itt valahogy menjek. Ereszetek, ereszetek, én vagyok itt a főnök, húzatok már. Jó, mindjárt leesek, inkább megállok egy helybe. Menjetek, menjetek, most már tényleg átengedhetnétek. Tudjam hátba lőni őket. Valamelyik célba vett. Oj, oj! Hú, majdnem. Rossz ez a hely. Ó, vannak köztük Knights of the Dragon. Sárkánylovagok. Ez durva. Ó, nem tudom miért mondom pászt mindig angolul. Talán mert mindig ugyebár angolul írja a nevét, és akkor mindig úgy jegyzem meg. Oj! Vagy Dragon Drake-ek, nem tudom. A Knights of the Dragon az sárkánylovag, a Dragon Drake az meg... az egy a gyalogos katona. Na mindegy. Húj! Engem vett célba. Ah, hoppá. Meghalt. Milyen kavár, milyen kavár, milyen lesz a vár. Elfoglalom a várat. Há, már nem is kapnak erősítést, vége, ennyi volt. Ez ennyi. És most leugrok. Puff. Ó, maradék várvédő itt van. Jó, a francba. Oh, fuck me. No, 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 no. Beszorultam. Ha! Ha! Kardosoktól tartok csak. Itt az íjász nem lát. Ha egyedül vagy, ha köcsög! Meghalsz! Belé küldök egy nyilat is, dögölj meg. Tundus? Oh, ne! Sanjar Khan elmenekült! No! A fene vigyen el! Hülye köcsög! Jó, mindegy. Maradt némi rohadt marha húsi. Oké. Egy várja van. Jó, ezt hagyjuk így, mert nem akarom a falut nem akarom nekiadni, szóval a falu az legyen valaki már, vagyis a falu megmarad nekem. A vár az pedig odaadom nem tudom kinek. Valakinek odaadom, de nem tudom kinek. Sanjar Khan el tudott futni. Milyen köcsög. Ki akarják fosztani Vader-t. Na lássuk, kinek adjam tényleg oda. Mennyire kedvel Sajeda? Eléggé. Nem feledi, miként foglaltuk el a várat. Te mennyire kedvelsz? Te is eléggé kedvelsz.
Ediz. Ediz, na, fogjuk rá. Rain. Fogjuk rá. Kasim. Ó, Kasim eléggé kedvel. Donovan. Donovan nem annyira. Jocelyn. Ő eléggé. Te ki vagy? Alistair. Na, Alistairnek kin odaadjam a várat. Ja. Alistair kapja meg. Ja, neki odaadom a várat, a falu megmarad nekem. Jamike várát. Alistair? Ja, Alistair. Oké. Okay. Hú. Rendben. Nem is rossz, srácok. Nem is rossz. Hozzak még némi katonát magamhoz. Vegyek még némi... A számszerű íjászokat, jaja. Meg a nehéz íjászt. Magamhoz vettem még némi komolyabb harcosokat. Na, még azt hiszem elvesztük, srácok, Etrosz kvárát, mert ha jól tudom, akkor azt létra védi. Jamikénél ellenséges sereg volt. 100 ember védi már is a várat. Nagyon szép. Ó, seregednek nincs mit ennie. Na jó, veszek egy csomó tehenet. Megveszem az összeset. És le fogom vágni őket szépen lassan, attól függ, hogy mennyi morált veszítünk. Most milyen a morálunk? Kiváló. Helyes. Szóval most levágok 3-at, ez elég lesz egy ideig, kajának. És hogyha még kell, akkor majd levágjuk a többit, amúgy is jönnek ezek utánam. Most támadjuk az ellenséget, még gyenge. Pandori gyalogos lovagot fejlesztettem, na mindegy. 309 katonám van. Kezd leesni a morál, amúgy kéne egy baggage train-t vegyek. 325 ember védi a vár. Hé, hova mentek? Gyertek vissza! Hé! Áj, páran elmentek. Na, létrás, szóval ezt még elvesszük. Oh, fuck. Ez az a vár, amelyiket nem szeressem. Na mindegy. Letáld irány itt van, itt hát. Na, akkor nincs gond. Na, menjen rájuk a nyílzápor. Legyőzzük a kergit kutyákat. Legyőzzük őket. Következő részben elveszem Kulmar várát és Grunwaldert. Nézd ma az a buzi onnan fentről. Hova lövök már? Na, mindegy. Azért, de itt az íjászaim nem igazán csinálnak semmit. Oké, mindenki támadjon. Scorpio assassinok védik a helyet. Ajjaj. A fenébe. De ügyes vagyok, eldobtam az izét. Kardomat. Sajátomat is lelövöm.
kardom amúgy. Azért nem megyek rájuk. Nyíljátok ki! Nem kaptam el. Ugye a fenébe nem tudtam eltalálni. Vissza. És újra. Ötös kezdőelő, nem is rossz. Na adjunk nekik, srácok. Az az erdés zsoványt ki is lőtték. Tele van az egész vár íjászokkal. Az egyik majdnem leesik a falról. Most már le is esett. Puff. Az tuti meghalt. Az a köcsök, és meghalt. Hozom az íjászokat is közelharcra, mert nem igazán van mit lőjenek. Gyerünk befele, menjetek, ne álljatok meg. Aki nem megy, üdöm. Meg letöröm a pajzsot. Uf. Nem is az én emberem vagy. De az egy, de velünk harcol, csak karaván kísérő. Ez itt nem karaván, haver! Ez itt vár, nem karavánt kísérsz, itt harcban vagy. Szegény hova került. Biztos írja még a karaván kísérést. Egy rossz... Ne, leesek! Rossz felé vagyok, át akarok menni a jobb felére. Ugye fölmenjek abba a bástyába. Menjetek már, teresszetek! Jajjaj, mindjárt kapok egy nyilat a hátamba. A francba. Számszerű íjászok. Ups. Ajjaj. Nem kapsz el, köcsög! Menj innen! Hülye íjász! No! Ne vigyen el! Jaj! Azt hiszem vissza kéne vonulni. Rengeteg az íjász, basszus. Újra. Elfogadjuk. Várakozunk egy kicsit. Á, jött egy nemes. 100... Hány emberrel? 118-szal. Vagy valami olyasmi. Hetes kezdő előny, az szép. Új, jönnek a nyilak. Ja, új íjászok egyik, vagy közel egymáshoz. És szedjétek le őket. Még mindig rengeteg íjász van a várban. Fene vigyel.
annyi az egész, hogy ez a vár olyan, hogy az íjászok messze, vagy csak az erősítés messze spawnol, úgy mondjam, és sokat tudnak nyilazni, mire közelharcra kerül a sor, így sok embert meg tudnának ölni. Hát, Sarleoni lovag meg is halt. Vigyázzokat előre! Még mindig elég jó katonák védik a várat. Gyerünk, menjetek! Elfoglaljuk! Előbb vagy utóbb, de úgyis a miénk lesz. Ja, most már tényleg betörtünk. Az íjászokat tegyük pont ide, aztán hadd jöjjön az ellenség. Ezt nyilazzuk őket innen fentről. Ők nyilaznak minket onnan, akkor mi nyilazzuk őket innen. Menjetek már innen. Oi. Ja, betörtünk a várba. Mi a... Na végre azért, azt hittem már nem találom el. Ja, nem kapnak erősítést, vagy mi? Valamelyik célba vett. Mindenki támadjon. Basszus. Az, hogy nem talált el. Mi a fene? Hol van az erősítésük, hogy mi folyik itt? Kifogytak a gyalogosokból? Ah, ott az erősítés. És az íjászokból azért nem halnak úgy az embereim. Meg is halt. Ó, francba. Párat eltaláltam. Vagy kilőttem. Hoppá, hoppá, most már haláloznak az embereim. Nem látok innen szart se. Az a csávó ott van még? Hát, ezek jönnek erre pont felém. Vagy négyen, öten. Ó, bazd meg. What the fuck? No! Lentről! Fuck! Lentről ledobott a köcsög. Amúgy jó, mert kifogytak az íjászokból, szóval a közelharci egységeiket pedig felaprítjuk. Pont ott bent. Itt bent folyik a vérengzés. Ja, pont ott bent volt. Gyerünk, nyírjátok ki őket.
Nem tudom amúgy mennyi emberük maradt még a várban, szóval hát remélem már nem sok. Ahogy elnézem ezeket a Dashar harcosokat, meg Dashar veterán lángyásokat lenyomjuk. Már is erősítést kaptak. Mennyi emberük lehet? Szerintem még rendesen le kell nyomjunk valami 200 vagy 300 embert. Ja, szerintem igen. De ahogy elnézem, simán meg lesz. Maradtak a törzstagok, lándzsások, meg veterán lándzsások, azokat simán megölik. Na ez már azok a hülyék ott fölmennek körbe. Lol. Nem lesz több erősítés, ennyi volt. Még van 23... 20 emberük, nem 23. Ennyi volt. És a várom ilyen lesz. Nem tudom kinek adjam a várat amúgy. Halvány lélám nincs. Azt hiszem, hogy annak adom, amelyiknek csak egy földje van például. Vagy hogyha van egy földje, vagy mindéknek van egy földje, mondjuk van olyan, amelyiknek már vára is van, akkor adom annak, amelyiknek földje van, és vagy csak egy földje van, és kiválasztok egyet közüle. Szóval mindegyiknek akarok adni most már egy várat szépen. Mindenkinek. A Letaldirannak van, Alistairnek van. Nem tudom, kinek van még. Na mindegy, megnézzük. Ez az! Szép. De a falukat meghagyom magamnak. És a foglyom vagy köcsög. Oké. Okay. Na lássuk csak akkor. Adonzsának adom oda, nem? Ja, Adonzsa Százsidának oda fogom adni. Adonzsának adom oda. Jaja. Na de vissza akkor izébe. Jalenbe. Valukába és szárom időt, csak még odaadom a ezért a földet. Ja, irány MR, vegyünk fel némi újoncot. Jó. Ki akarja fosztani Pagundurt? Ó, nem lett kiképzés, mivel sebesült voltam. Na, szóval Adonzsának adjam oda. Etroszk várát. Adonzsának. Ja. Na de várjunk. Magamnak nem tudom adni. Ó. Oké. Okay. Ja, akkor alapból az enyém. Ha nem adom oda senkinek. Vagy nem? Magam, emernek magamat. Oké? Okay. Jamike. Van egy olyan, hogy Jamike. Emer az enyém. Van olyan, hogy Jamike, ugye? Ja, persze, Jamike. Nem szeretnék várat adni magamnak. Szóval a falukat magamnak adom, és a várak az övék. Az övé. Oké, okay, azt hiszem még van falu. Nem, ennyi. Ja. Na, de remélem, hogy ezen túl bevételem is lesz már. Bár nem hinném. Na, várjunk, vegyünk egy olyat, hogy Begöcstrén. És zárom a videót. Ja. Csúnyán szétverjük a kergiteket, srácok. Az egyszer tuti. Nem tudok Begöcstrént venni. Ó. Oh. Fejlesz át az összes Pendorit. Pendori lovagot Knights of the Radiant Cross-ra.
Oké, nem tudok baggage train-t venni sajnos. Na mindegy, vegyek némi plusz élelmet. És irány Kulmar várához. És zárom a videót. 304 ember védi mindössze. Pff, semmi. Na hát, köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!